kapják ezt ezeket a mantrákat, és főleg a Pramodayaji mantrát. Nekik ezt igazából tisztelni kell. És aztán, hát ugye egy nagyon fontos dolog az, hogy jó, hogyha tudjuk, hogy mit csinálunk, amikor mondjuk a mantrát, és jó dolog, hogy tudjuk, hogy mit jelentenek a mantrák. És hogyha kérdezem, most itt nem csak fogják kérdezni, akkor magyarázz meg, hogy mit jelent ez, és ez a mantra részletesen, akkor lehet, hogy de egy eredményt kapunk, amikor mondunk egy mantrát, amihez nem tudjuk a jelentőségét, és egy sokkal nagyobb eredményt tudunk, amikor értjük, hogy miről szól. És ez ugyanúgy szól a Hare Krisna mantráról is. Szóval ezek olyan dolgok, amik a bakták kapnak a képzők. És ugye a mantra az, ami igazából a mantrák az, amik jelezik, hogy valaki brahmana, vagy legalább Chaitanya Mahaprabhu elfogadta, ugye egyenlő jogai, mint brahmanának. És akkor ezt igazából kell tisztelni. Azért a célom, hogy már vártam, hogy megjegyen ez a könyv, és akkor ez alapon tudjam oda találkozni avatott brahmanákkal, és nekik őket egy kicsit részletesebben képzelni erről a témáról, amit nem tudom valóban leckébe csinálni, mert ahogy mondtam, nem illik. Jana Bala 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 Bala
Ezek a dhyána mantrák, ezek a mantrák, ami meditálni kell. És amikor meditálok, akkor az időjük tart. Gyorsan mondják, oké, most enni kell, csak gyorsan kell mondani a dhyáncsi mantrák, mielőtt eszel.
elismert Upanishad. Sokszor van vita, hogy milyen Upanishad igazából Upanishad, mert el voltak veszve, vagy el vannak veszve, és hogyha valamilyen Upanishad előjön, akkor kell tudni annak mutatni, hogy oké, hát ennek mi az igazi. Miért? Ez a Upanishad. Gopal Thapadi nem egy olyan, ami univerzálisan el van fogadva, vagy nincs vita arról, hogy igen, ez egy eredeti Upanishad, és akkor de eredeti Upanishad, ez Krisnáról beszél, vagy Srimati Vajrámiról beszél, ez a Gopikról beszél, Vrindávanról beszél, és akkor nagyon nehéz tagadni, hogy itt most Krisna valamiféle új istenség, és hogy nincs az eredeti védákba, és hogy az ő imádata új, mert itt Brahma meg szól elő. Szugdarnem tehén pásztor fiú dicsőítem, aki kracsa vezetőinek boldogsága, aki barátai élete és lelke, és aki a Simati Rádaráni vezette aranyú fejű lányos szívverése. A 18 szótagos Gopál mantra. Az Úr Csétanya kegyéből eddig a Góra Mula mantra és a Góra Gajatri lényegét foglaltuk össze röviden. Halljuk most a 18 szótagos örökkévaló Gopál mantra dicsőségéről. Srila Prabhupád így fordítja a Gopál mantrát. Felajánlást teszek az Úr Krisnának, Govindának, aki a gópik szeret. Amikor sértés nélkül énekeljük, a mantra hatására őrülten sóvárgunk majd Krisna után, s ébren és álmunkban is csak azon emlékezünk, hogyan haladjunk a tökéletesség felé a mantra által kijelölt úton. Elsőként a Gopál mantra dicsőségéről szólok röviden, a szentírásokból vett idézetekkel alátámasztva, majd részletesen is elemzem azt, és egyenként megvizsgálom szavainak jelentését és hatását. Karomat fölemelve dicsőítem Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurt, aki legyőzte a szektariánus mentalitást, és így az őszinte bakták ma már szerte a világon az Úr Brahmához hasonlóan megkaphatják-e mantrát. Dicsőség lelki tanító mesteremnek, Srila Prabhupádnak, aki a Kali Yuga vére süllyedt népéből olyan sokakat Rupa Goszvámi követőjévé tett, s így már méltó Saraswati Thakur-e páratlan ajándékára. Krisna kefteléseik Goloka Vrindávanban zajlanak örökké, ám a határtalanul kegyes úr akaratából a tiszta bakták még evilági létük idején tanúi lehetnek-e keftelések némelyikének a szívükben. Krisna visszatért hajlékára, lillái azonban megnyilvánulatlan formában tovább folytatódnak a földön. E kefteléseket csak azok láthatják, akiket a Krisna mantra és Krisna nám ereje fölhatalmaz. Ereje erre fölhatalmaz. Pusztán Krisna szent nevének éneklése bárkit megszabadíthat az anyagi létezéstől. A Hare Krisna mantra éneklése már önmagában is képessé teszi az embert arra, hogy láthassa az Úr Lótus lábát. Ez Csaitanya Mahaprabhu van idézve, Csaitanya Charitamritában. Lennének olyanok, akik vitázzák, hogy a Gayatri mantránál nem lehet Krisna prémát elérni, hanem csak felszabadulás. Ez pont nem igaz, megint több dolgok jönnek be.
mantra, ami technikailag nem egy Gayatri mantra, amúgy Gayatri formája van. És tiszta szeretett balzsamát a Hare Krishna Mahamantra tiszta éneklése révén szerezhetjük meg, amit azzal tehetünk még gazdagabbá, hogy a Gopal Mantra tiszta éneklésével megtisztítjuk a vágyainkat. Mukti Hitvanya tárunkban Svarupé Navi Vastri. A felszabadult lép az élőlény örök helyzete, aki akkor lép ebbe a lépbe, amikor maga mögött hagyja a folyton változó, durva és finom fizikai testeket. Ez nem egy Gayatri mantra, ez csak egy ilyen idézett a Bhagavatamban. Szavaival Sukadev Goszvámi azt hangsúlyozza, hogy csak akkor mondhatjuk biztosan, hogy megszabadultunk minden anyagi szennyeződéstől, ha elnyertük örök lelki formánkat, Svarup Siddhi. A Dandakáradnyában élő eltökélt bölcsek például Munichári Gopik lettek Krisna földi keptelésében, miután a Gopal mantra révén a tökéletes felszabadulás jutalmában részesültek. Ezek a bölcsek, akik a Dandaka erdőben éltek, amikor az Úr Rámacsandrát száműzték Ajodhyából, arra vágytak, hogy a raszatánkban Krisnával lehessenek, ezért odaadóan énekelték a Gopal mantrát. Szóval ez már egy érdekes téma, ami található megint a Upanishadban, ami akkor történelmi szempontból visszanyúlja Krisna imádatát Úr Rámacsandra kettelésében, szóval mielőtt Úr Rámacsandra. És akkor ezek a vádak, hogy igen, hát Krisna imádata, ez egy új dolog, azok most egyértelműleg nem helyes, és akkor itt van Sutinak az igazi bizonyíték, vagy van eredeti védikus irodalom, ami pont ezekről a dolgokról beszél, és erősíti. És akkor így is fogjuk látni, hogy a történet, ahogy le van írva, hogy tudtak azok a bakták, akik Krisnát akarták imádni, hogy tudtak ők Urram Csandrának a kezéből megnyilvánulni 5000 évben, mert ez meg több mint 2 millió életet. Egy nap megjelent előttük az Úr Ráma, haja vastag tincsekben tapadt össze, őzgőrt viselt, kezében íjat tartott. Lelki látásuknak köszönhetően rájöttek, hogy az ő gopájuk az egy másik alakjában. A meditáló bölcsek felálltak, hogy köszöntsék az Urat. A mi gopálásban itt a fuvolája és a bolyája nélkül gondolták. Meghajoltak az Úr Rámacsandra előtt, és ékes szóló imákkal magasztalták. Kérjetek tőlem bármit, mondta nekik az Úr, mire a bölcsek így szóltak. Olyanok szeretnénk lenni, mint Szita. Az Úr azonban már megfogadta, hogy csak egy felesége lesz, Ékapatni Vrata. Most nem teljesíthetem a kívánságotokat, mondta. A Dvápara Yuga végén azonban, amikor újra megjelenek eredeti Gopál alakomban Madurában, mind Szitához hasonlóak lehettek, megígérem nektek. Ez a párbeszéd az igazából szótalan volt, ez az elméjük, de történt. Hát egyik dolog, mert a szentek nem akartak ilyen dolgot nyilvánítani a Szita Dévi előtt, aztán, hogy ő értette, hogy mi történik, biztos, de így volt. Másik dolog, ami fontos látni, hogy amit Rupa Goszvámi is felhoz,
korábbi történetükről nem tudott, csak most honnét kapták, kivel társulta, hogy ő nekik lett ez a félvány. Nem egy általános dolog volt, az biztos, a Kristának az imádata akkor, de és ugyanakkor ő nem, se nem csak akartak Kristának egy szolgálja lenni, követői lenni, hanem úgy, ahogy a tászítá, ahogy szita lépik, mi is ugyanúgy akarunk lenni. Szóval nekik volt ez a féle ragaszkodás, ez a féle vonzás, ők honnét kapták ezt, azt sem tudjuk, de volt. És akkor ez egy fontos dolog. Uramachandra meg, ami később ezt a témát nagyon-nagyon részletesen magyarázzák a csarják. Igen. Igazából ezzel a Prabhupada-tapanyupanishad nagyon sok magyarázat van. Fő Vaishnava magyarázat, az Prabhupada Saraswati, és Krishna Chakravartitától adnak magyarázatot. De mindenki más nagyon részletes részeket belőle, Vilgóc, valami más, szóval ez állandóan feljön. Mert ez egy annyira egyféle történet szempontból fontos, csak fontos a Krisna tudatnak a tudománya szempontjából, és akkor ez fontos, de valahogy jönnek, már volt ez a spontán ragaszkodás Krisnának a szolgálatot. Képzeld el, hogyha mindenki iszik itt a templom szobában, akkor ez csak mindig üvegek mennek föl és le, és föl és le. Én vagyok az egyetlen, aki beszél, akkor meg kellene hinni. Meghalnak emberek, ez a modern dolog, hogy rögtön kell hinni. Hát kell hinni, csak a kérdés, hogy mikor is van. Oké. A mantra és annak uralkodó istensége nem különbözik egymástól. Krisna minden Vishnu forma forrása lévén hatalmasabb az összes félistennél, így a neveiből álló mantrák is mindennél hatalmasabbak. A Góta Miyatantra kijelenti. Minden mantra közül a Vishnu mantrákat tartják a legjobbnak, a Vishnu mantrák közül pedig a Krisna mantrák a legkiválóbbak, melyekben a boldogság és a felszabadulás lakik. Eredeti alapjában Krisna egy tehénpásztor fiú, így a Krisna mantrák sorában azok a legjobbak, amelyek Gopál dicsőíti. A Gopál mantrák között a 18 szótagos mantrának van a legnagyobb ereje. Legnagyobb ereje, mert legtöbb név van benne. Egy mantra olyan erős, hogy mennyi neve van Krisnának benne, és hányszor van ismételve, de ha itt is a mantra. Ez az erőt, és itt erő igazából nem az, hogy valamiféle akarok használni, valami erőt, hogy erővarázsolni valami, hanem erő arra, hogy elérni a mantrának a célját. Miért van a mantra, mire van a mantra használva. És Krisna mantráknak a célja, ahogy Chaitanya Mahaprabhu korábban mondta, látni Krisnának a lótusz lábát. Szóval nincs használva másféle dolgokban, hogy legyek boldog, legyek egészséges, legyek gazdag, legyek ilyen dolgok. Ez olyan, mint nem tudom, hogy gyémántot használni, mint kalapás. Az nem az a célja, hanem van megfelelő. Ez a cél, és akkor igen, 18, és akkor mi szerencsés vagyok, hogy mi tudjuk ezt a mantrát is. Az átmeneti célokat szolgáló mantrákat meg kell tisztítani, ám a Gopál mantrát nem, mert önmagából keletkezett, és bárkit megállt a kívánt eredménnyel, tartozom bármilyen varnához és asramhoz.
Előfordul, hogy egy őszinte bakta akadozva, vagy rossz kiejtéssel, félúton abbahagyva, vagy épp tisztátlan állapotban énekli a kopál mantrát. Ez azonban nem fosztja meg őt a mantra áldásaitól. Ez áldásától, hogy már nem jelenti, hogy eredmény ugyanaz, csak kapja az áldás. És hát pont a Gopal mantra a fő szereplő a Brihadbhagavata mintának, mert ott mind a két hőse, a Mathura Brahmana és Gop Kumar, ők mind a Gopal mantrát mondják. Pont melyik Gopal mantrát mondják, azok azt nem tiszta, bár lehet, hogy nem ezt a Gopal mantrát, de ők is mondják, igen, azt mondom, hogy 10, azt mondom, hogy 10 szótagos. És ott lehet látni, hogy itt vannak ezek a bakták, úgy kezdenek el, hogy semmit nem tudnak, miről van, nem is tudják, hogy mi az eredménye, hogy miért csinálják, vagy hogy még nem is tudják, hogy ki a Gopa. De azért, mert alapvetően azért, mert a lelki tanítómesterük mondta, hogy mondd ezt a mantrát, hát ez Gopkumarja, a másik, Mathura Brahmanát, neki meg Durga Devi jött, és ő adta a mantrát álmába, és te csak ennyi. De még mindig kapta az áldást. Megcsinálta. Valahogy ez valami gond. A tűz, valahogy érinted a tüzet, akkor a tűznek lesz hatása. És hogyha valahogy érintjük a mantrát, aztán a hatás az nem egyenlő, és akkor vannak ezek a másik teendők, amik potenciálisan potenciálisan csinálják a mantrát, hogy jobban nyitják ki a mantrának az erőjét. Úgyis inkább minket ki jobban a mantrának az erője felé. A Gopal mantra páratlan kincseit a Kama Beach Klim még pompásabbá teszi. Ez a mag ékesíti a Gaudiya Diksha mantrák sorában a Gopal mantra után következő Kámagajati elejét is. Mindent egybevetve a Gopal mantrát tekintik a legkiválóbbnak az avató mantrák között. Olyan igazság ez, amelyet a Brahma Samhitán és a Gopal Tapani Upanishad egyaránt alátámaszt kijelentéseivel. Szóval most a Brahma Samhitában is található a mantra, és látjuk, hogy ez az első mantra, amivel a Brahma lett avatva. De azért, mert a Brahma Samhitán ugye nem ugyanabban a kategóriában rakják tudósok, mint mondjuk a másik mantrák, akkor nem úgy súlyoban mindig nem akkor kaptak. A Brahma Samhita a Gopal mantrát először akkor említi, amikor Goloka Vrindavan alapjáról beszél. Legbelső része hatszög alakú mondja, oldalai a Gopal mantra egy-egy szavának felelnek meg. Krishna azonos a nevével és a hajlékával, így aztán a Gopal mantra geometriai formáját költi magára, és ekképp húzza meg otthon a határvonalát, otthonáért, ahol Rádhával és társaival él. A Brahma Samhita ezután Brahma születésével kapcsolatban említi meg a Gopal mantrát. Brahma teremteni vágyott, ám nem volt képes rá, ezért Saraswati istennő a következő tanácsot adta neki. Ó Brahma, nem kétséges, hogy ez a mantra teljesíti szíved óhaját. Ha meditálsz rajta, s közben lemondásokat végzel, tökéletességre teszel szert. Szavát megfogadva Brahma képes volt újra úgy megteremteni az univerzumot, amilyen előtte volt. Elégedetté tette Krisnát, aki beavatta őt a Kámagajati éneklésébe, és ez meghozta a sikert Brahmán számára.
Brahma kívánsága, hogy teremtsen, azért teljesülhetett, mert a Gopál mantrát a Krim a vágy magja vezeti be. Mivel azonban arra is vágyott, hogy ezzel Krisnának örömet szerezzen, a szíve is megtisztult. Amikor aztán megtisztult Ánéna a Káma Gajatri mantrát énekelte, saját szemével láthatta a kegyes Govindát és Goloka csodáit. Sri Krisna örök szolgáló lánya vagyok, mondta le végül a következtetést. Brahmához hasonlóan ezért nekünk is Krisna elégedettségével kell összehangolnunk a vágyainkat, másképp csak eltávolítanak minket a tiszta adadástól, és Brahmával ellentétben nem láthatjuk meg az Urat. A Gopál mantra olyan akár a csintában is. Ha egyszer megkaptuk, nagyon kell vigyáznunk, nehogy tévútra lépjünk, mint Devahuti, akit férje iránt érzett e világi ragaszkodása tévesztett meg. Uram, mondta Devahuti Kardamahuninak, Krisna a legyőzhetetlen illúziókeltő energiája becsapott, mert bár elnyertem társaságot, ami megszabadít a rabságtól, nem törekedtem a felszabadulásra. Nekünk is azok, akik Brahmák, ők látják, és hát ezt meg is mutattuk, amikor beavattuk a multikat, hogy a Gopal mantra az ott van Rajasám előtt, szóval a márványban be van Ince, Vésre, és igen, szépen márványban berakva. Ez ugyanaz a helyzet, a lelki világ, Jogapit, Krisnának a központja, a lelki világnak, ahol Rádha és Krisna örökké vannak, akkor ott az egy üdvhelyük előtt van írva a Gopal mantra. És ahogy Saraswati Devi, aki aztán a magyarázók mondják, hogy ez valaki más, mint a Saraswati félisten nő, hanem ez igazából a Devi, a Saraswati transzendentális Saraswati Devi. Hare Krishna, Śrīla Prabhupāda ki jai, Śrīla 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 Śrī